Itt a betakarítás ideje. A dél-spanyolországi Ferreirában minden egyes fa 20-30 kg mandulát hoz. Jó lesz az idei termés? Egy átlagos termésnek nem rossz. Tekintve, hogy milyen száraz egy év volt, ez a mennyiség azért rendben van. Talán a magok belül egy kicsit kicsik, de ez rendben van. Miguel Ángel Gómez tudta, hogy az idén kevesebb termése lesz. Már 2014 óta tanulmányozza, hogyan teheti ellenállóbbá termőtalaját az aszályokkal és az elsivatagosodással szemben. A betakarításhoz például 6-szor kevesebb vizet használ fel, mint egy hagyományos gazdálkodó. Nem alkalmaz vegyszereket sem, és ritkábban is szánt. A fák között pedig hagy helyet a gyomnak, akkor is, ha kiszáradnak. Ezek ugyanis még szárazon is olyan védőburkot képeznek, amely megköti a széndioxidot és áteresztővé teszi a talajt. A talaj a bolygó bőre. A földművelés miatt viszont ez a bőr lassan elveszíti az esővíz elnyelésére való képességét. Általában olyan ez, mint egy szivacs. De ha nem tudja felszívni a vizet, akkor az utánpótlással is gondok lesznek. A mezőgazdaság, az ipar és a lakosság szintjén is. A régióban több száz gazdaság gyakorolja már a Miguel által is űzött úgynevezett regeneratív mezőgazdaságot. Közös szövetkezeteket hoztak létre, és mintegy 16.500 hektáron gazdálkodnak. Ez a módszer nagy türelmet igényel, és a kezdetekben inkább veszteséges. Amikor a hagyományos gazdálkodásról áttérünk az ökológiai vagy regeneratív gazdálkodásra, akkor a termés szenved, mert változás történik. Ezekben az években tanácsadásra, támogatásra és az eljárás magyarázatára van szükség, mert a termelés is megváltozik ezekben az években. Ha már bejáratódott a modell, sokkal jobb a helyzet. A legtöbb spanyol gazdaságban továbbra is az intenzív földművelést folytatják. Ezek évi több millió tonna termést exportálnak más országokba. A vízfelhasználásuk azonban óriási. Az eredmény pedig a talaj degradációja és elsivatagosodása. Emiatt a föld a heves esőzésekkel sem tud már megbirkózni, és gyakoribbá válnak a pusztító árvizek. Artemio Cerda, a Valenciai Egyetem munkatársa szerint egész ökoszisztémák alakulnak így át sivataggá. A helyzet azért súlyos, mert a mezőgazdasági módszereink intenzívebbé váltak. Az elmúlt 30 évben gyomírtó szereket és biocideket használtunk, amelyek megölték a talajt. A regeneratív mezőgazdaság segíthetne, ha elterjedne. De az átállás hatalmas erőfeszítést igényel. A legnagyobb potenciál abban rejlik, hogy példát mutasson. Ha ez a példa termelékeny és jövedelmező, akkor a gazdák tisztességes jövedelemmel élhetnek. Ez a dolog terjeszkedni fog, de hogy nyereséges lesz-e, az a társadalomtól függ. Miguel Ángel Gómez egyetért, azt reméli, egyre többen keresik majd a regeneratív gazdaságokból származó termékeket, és a kormánytól is több támogatást kapnak majd.